Idén 75 éves Nagybandó András. Termékenyen kezdte az évet. Egy 183 darab festményből álló kiállítása látható az Orfői Polgármesteri Hivatalban található faluházban. Ezeket a képeket 2 év alatt festette, igen ám, de ez 2/3 annak a mennyiségnek, amelyből szelektált a tárlatra. Szóval fantasztikus teljesítményről van szó. Mikor igyekezzen az ember aktívnak maradni, mint 75 évesen, mondhatom ezt. Egyrészt, amint a karantén bezárult, abban a pillanatban elővettem a festőállványom, az ecseteket, a tubusokat, a lapokat, és elkezdtem festeni, mert a bezártság hozhatja azt, hogy végre megvalósítom azt, amit már régóta tervezgettem, és tologattam nagyon helytelenül. És akkor elindult a folyamat, és hát több mint 300 képet festettem meg, köztük 82 hajléktalant, amelyből 58 portrét állítottam ki Orfűn a faluházban, megfestettem 22 zeneszerzőt Bachtól Wagnerig, ők is helyet kaptak, ideális lett ez a két kis terem, és itt ebben a főteremben pedig 103 kép került a falakra, körülbelül 10-15 az elsők közül is, amiket én vállalhatónak gondolok, és azt hiszem, hogy nem fog csalódni senki, ha látja. Ekközben megírta a Mögöttem az élet című legújabb könyvét, amelyre az egyoldalas novellák a jellemzőek, ezáltal nagyon olvasmányossá vált. Ezek részint az én emlékirataim, ha úgy vesszük, részint az emberiség története, darwini, illetve a bibliai folyamatot egybeolvasztva, különlegesség, ha úgy mondhatom, és a befejező tétele pedig egy verses párbeszéd személyesen a halállal, akit én egyébként nagyra becsülök, csak látni se akarom. Egyrészt, másrészt pedig ez alatt az idő alatt is írtam verseket, sőt a pandémia alatt 70 alkalommal a versarok kikerült az oldalunkra, amit nagyon szerettek, kislányom Mag Vendolinnal vettük, Rita a feleségem videózott, és ez azt jelenti, hogy 6 órányi verselést tettünk ki, Bandó és Vendolina versarokban címmel, úgyhogy nagyon aktívak voltunk. Más számára lehet, hogy egy elzárást jelentett a karantén. Számomra azt a nyugalmat, hogy de jó, nem kell menni sehová. Amikor elhagytam a házat, csak annyi, hogy a kukába kivittem a papírszemetet, vagy a másikba a zöld szemetet, és a ház körül gyalogoltunk, hogy valami legyen, 1000 kilométert körbejártuk a házat. Tehát mindent meg lehetett otthon oldani, amúgy is szeretünk otthon lenni, mert mindannyian magunk oldaláról kicsit ilyen elbújósak vagyunk, aztán meg összejövünk a konyhába, étkező asztalnál is társasozunk. Úgyhogy mi nagyon jól töltöttük ki a karanténidőt. Hát végül Vendolin 2-szer elkapta, mi 1-szer tőle, hiába maradtunk benn, mert az iskolából csak hazahozott valamit, úgyhogy ezt nem úsztuk meg, kis post-covid jelenségek maradtak, de amint látod, 75 évesen is maradtam egészséges, sőt azt hiszem, hogy jöhet a 80 is, engem nem érdekel, mert ugyanezt az aktivitást és agilis maradok, ezt meg akarom tartani. Annak idején 70 évesen 3,5 órás műsorral járta az országot a humorista, publicista író. Most 75 évesen 2 órás önálló repertoárja szórakoztatja a nagy érdeműt. Pesten mutattam be először a zuglóiaknak, utána itt Pécset is volt egy a Zsolnaiban, de az már egy hosszabb lett megint, nem bírtam abba hagyni. Lehet, hogy ez az én pekem, hogy nem ordok órát semmit magamon, de ez a 2 óra az, amit behatároltam, hogy ennél tovább inkább nem, a közönség se bírja. Olyan tempósan mondom a poénokat, úgy építem fel a műsort, hogy ezt nem lehet győzni 3 órán keresztül fenékkel se, tehát, hogy végigülni, de a falunapokon ott vagyok, vidéki kultúrházakba megyek a legszívesebben, mert régen is ők voltak az én otthonadóim. Otthon éreztem mindig magam, úgyhogy elmegyek én Máté Szalkányra,
éjszakára is, ha hívnak, de az már ott alvos, mert azért 5 órát végig kell autózni ahhoz, hogy odaérni az ember éjszaka vissza, ez már azért sok, de itt a környéken, ahol ti is sugároztok, ott örülnék a legjobban. Nagyon sokszor előfordul, hogy nyugdíjasok műsorát kell adnom, azaz, hogy idősek találkozója, szépkorúak napja, stb. És nagyon jó érzés ott lenni. És ilyenkor már marha érdekes az is, hogy régen még úgy adtam elő, hogy kedves idősek, most meg úgy néz, kedves kortársaim. Úgyhogy ezek a különleges emlék. És végül is ők azok, akik kezdettől fogva a közönségen voltak, és ami a legjobb, hogy a 30-40-50 évesek gyakran állnak elém úgy, hogy a szüleim kedvence voltál, és én rajtad nőttem föl. És ezt mondtam múltkor egy alacsony srác, mondom, még igyekezhettél volna egy kicsit, de milyen érdekes, hogy a rajtad nőttem föl, az azt jelenti, hogy én is azok közé tartoztam, akik az ő számára jelentettek valamit a szórakozás terén. Festményeit az Orfeu faluházban június 7-ig lehet megtekinteni, a közbelső hétvégeken pedig egésznapos tárlatvezetéseket tart alkotásai közt. Minden hónap második péntekén új kiállítás várja az érdeklődőket.